Üdv! Megpróbálom bemutatni nektek ezt az AliExpressről rendelt, hát 520 Nm-esnek hazudott kis gépet. Makita akkumulátorra kompatibilis, úgy persze természetesen akkumulátor nélkül, Szlovákiából jött a nagy raktárból, egy-két hét alatt meg is jött meglepően gyorsan. Iszonyat jó kidolgozása van, Makita minőségű a burkolat. Hát itt a plexi alatt lehet, hogy ezüstre van festve, de megreszkíroztatom, hogy fém gépház. Egy Makita fejet dobtam rá, normál krova kiképzése van a fejének, illetve bithegyet is bele lehet dugni, mágneses a vége, tehát tökéletesen rögzít mindent. Ügyesen ki lehet választani a menübe abból két-három funkcióból bármit, ami szerintem egy keréklazításhoz elég. Egy Volkswagennek az egyik kerek csavarját már lelazítottam, most a pótkerék látható az autónak a hátulján, mert nem régen szelephiba volt. Ott egy nejemnek egy benzinkutas segítkezett egy benzinkuton kicserélni, gondolom megtépte, hogy nehogy gond legyen. 1500 forint jattot kapott érte, bírta is, semmi gond nincs vele. 3 amperórás akkumulátorra van tesztelve, amit feltöltöttem. Visszafele tekeréskor a legkisebb fordulati tartományba leáll egy bizonyos idő után, meglepő, érdekes módon. Nem hibájából eredendő szerintem, hanem a gyártó ezt így tervezte, hogy ez ne forogjon ilyen sokáig visszafele. Kalapács funkcióval meghosszabbodik egyértelműen, de nem biztos. Itt már a kocsinál kivettem egy csavart, teszteltem. Itt a kerékkör fölötti csavart, ezt már egyszer meglazítottam vele, és vissza is húztam. A másik kettő az még a benzinkutas segédletével meghúzott állapotban van. Nézzünk egy tesztet, hogy meglazítja. Fogok csinálni egy olyat is, hogy rutinból lábbal rátaposom majd a gyári kulcsát, és tehát amilyen verzióban szoktam én hagyni, amit tudom, hogy nem lazul vissza, és majd utána meglazítom, megpróbálom, hogy vagy sikerül, vagy nem. Nézzük akkor egy próbát egy olyan csavaron, amelyiken még nem próbáltam lazítani. Azt mondja, hogy próba. Meglazította. Tehát a lazítás során, amikor kalapácsol, lehet látni, hogy sokkal tovább dolgozik, mint amikor szabadon járatja. Elég pontosan ugyanott áll meg majdnem, tehát helyek közel ugyanannyi időt ad. Most nézzük egy másik csavart, ami még az ötből még biztos, hogy megvan húzva, még nem volt lazítva. Tehát ennyi. Meglepően jó kis gép, 10 000 forint környékén volt ingyen házhozszállítása a szlovákiai raktárból. Szénkefementes motor, Makita akkumulátorra kompatibilis. Elég ügyes kis masina, semmi nem jött hozzá. Gyakorlatilag a menüjében csak ennyi dolgot lehet csinálni, hogy amikor irányt váltunk, vagy hát gyakorlatilag bekapcsoljuk itt a fordulatszámot, akkor lehet látni, hogy van egy lassú, van egy gyorsabb fordulati tartomány, csak ez ugye kikapcsol idő előtt, illetve amikor visszafele forgatjuk, akkor átvált elég ügyesen.